Ez itt a Vinyl Detektív Galactic Jacksonnal, a Primate.hu videós rovata. Fanatikus lemezgyűjtőknek és mindenki másnak. Kezdünk! Sziasztok! Első vendégem Carlos. Ciao. Carlos Tilos Rádió oszlopos tagja. Előbb 20-at mondtam, de 21. éve. És a 21, Tilos, igen. Selection műsort vezeti. Most már lassan ide 7. éve. 7. éve, és én is voltam ott vendég. Rég. Szuper kis műsor. És tudom, hogy nagyon sok jó lemeze van, meg több buliba is játszottunk együtt, úgyhogy ezért gondoltam, hogy most meglátogatjuk őt, mert minden eseményekor együtt voltunk, meglepetéseket tárt fel előttem, úgyhogy most remélem megint megismétli. Az első... Na, mi lesz az első? Ez egy egészen érdekes lemez, mert ez is már kapásból egy ilyen határterület, mert a két oldala az teljesen két kiadó. Az A oldal az eredetileg a Wackies jamaikai New Yorki kiadó, 79-es Mango Walk című számuk, amiben van még egy kis csavar, mert hogy igazából ez a szám két szám, az eredeti vokál verzió és az instrumentál dub verzió összekeverve. És tudod, a B oldal az pedig a Rhythm and Sound berlini dub techno kollektíva szerzeménye, Mango Drive kép néven, ez gyakorlatilag a dub verziója. Jó, szóval Carlos, ezt a lemezt ne is hozz az enyém. Ez ajándék. Inkább menjünk tovább, ezzel nem kíváncsi senki. Ez nekem ajándék. Na jó. Na jó, tegyük fel egy picit. A táskával kellett volna, hogy jöjjek. Hát mindenképpen táskával kellett volna, hogy jöjjek. Jó, azzal megyek. Második lemez, Jack Ockham, Frontline Orchestra, Don't Turn Your Back on Me, ez egy Larry Level Mix 82-ből. Kíváncsi, igazi érdekes dolog, mert ezen nagyon érződik a Larry Levelnak a stílusa. Azt csak ide majd én elteszem jó helyre a ahogy... Nem lehet így komolyan beszélni. Na igen. Nagyon jó hallatszik a Larry Level stílusa, ahogy... Ugye ilyen érdekesen keveredik a stílusok között, egészen dabos néha, néha egészen punkos, aztán utána meg egészen... Ez szép ajándék funk. Nekem ez is, tök jó. Kilences. Fast 6-os. Ja, nem 9-es. Szóval Cloud 9, 1996-ból Moving Shadow, angol dzsungel. Mennyire jellegzetes kiadó. Ez a logó. Jellegzetes logó a címkéje. Ja.
Régen minden lemeznek az egyik oldala így nézett ki. Én azért szeretem, hogy azokat a lemezeket, amin mindig van egy kiadónak egy logója, mert amikor mondjuk olyan DJ-ket nézek, akik lemezről játszanak, és kíváncsiak az ennél, legalább ha már nem látom a betűket, tudom, hogy melyik kiadónál kell keresni a... Például. De ez tényleg nagyon szeretem. Igen, hogy nézéskor ezért... tudom, hogy legalább szűkítem a kört, ha a zene nem lesz meg, hát hogy legalább melyik kiadó. Régen, amíg még nem és most hozzám, hogy leragasztották a címkét, hogy ne lásd, hogy mit játszik. Ja. Na, nem biztos, hogy elsőre meg lesz az az oldal, amit szeretnék, de megvan. Szóval ez a gyűjteményem egyik korai darabja, kb. Akkor vettem, 97-ben inkább. Amikor én a hazát védtem, meg katona voltam. Akkor te katona voltál éppen Máté Szalkán. Kecskeméten, reptéren. Reptéren. Ezt elhírskedjétek, de tényleg, de ezt reptéren hagyjuk el egy... Nem. Nem, amikor szél elfújt akkor, de hogy... Őrbódiban ültél? Ez Richie Houghton DJ9 Mix CD-nek a vinyl kiadványa, ami azért is egy... Ki ez a jazzzenész, érdekes, ez a érdekes. Ez a híres jazzzenész. Azért egy érdekes, mert nem egy klasszikus értelembe vett válogatás lemezről beszélünk, hanem 120 darab log groove van rajta. Igen, igen, ezt néztem, ezt a lemezt annó én is. Amit úgy kell elképzelni... Na, hogy kell képzelni? Hogy ugye a lemezen barázdák vannak, amiben a tű megy körbe, és az a lényeg, hogy amikor a végére ér egy fordulatnak, akkor az elejébe ér vissza. AKA örökre szól. És ez azért jó, mert két ilyen lemezzel a végtelen ideig tudsz DJ-zni. Ezért volt fontos 5000 lemez, mert vettem volna kettőt, azt hát volna ezt elég lett volna megvenned, és nem kéne más, érted? Ja. Megértem, hogy 20 vagyok tilos rádiónál. Ugyanazt mindig elvisz, azt lejátszom. Erre hogy lehet táncolni?
ezt azért választottam, egyrészt mert az én zeném vagy remixem van rajta, másrészt azért, mert egy vágott lemez, egyedibe vágattam, és ezért nincs is rajta címke meg semmi, meg eléggé karcos is, mert sokat vittem, hoztam. És ezek a lemezek, a vágott lemezek nem olyan strapabíróak, mint a nyomott lemezek, mert puhább anyagból készülnek. Tehát ezért... egy saját edit, vagy? Ez a... igen. Vagy saját zene, vagy saját edit? Saját edit. Mi az eredeti? Kovács Kati. Kérdés már... magamhoz? Nem, mert már ez is... már Kovács Kati is technót csinál, látod? Ki lassú technót. Szóval hallod a sercegésen is, hogy ez már... Párszor. Hát nekem is van jellemzem. Csapatnak a múlt. Test Pressingnek a... Itt van rajta, Blorp 006. Ez a Gnorpnak a kiadójának, a hatos kiadásának a Test Press. Rá van írva, hogy With Love from Gnorp per Blorp. Tú, nekem. De az, de nekem. Ja, az, hogy... Ne, ja, igen. Ja. Nem nyúlod le. Nem nyúlom, mert azt nem csak tudom, elviszem, mert ez... Azt nem tudom, mivel, hogy nincsen rajta semmi szöveg, azon kívül, hogy Test Pressing A és B. Ezért nem tudom, hogy mik a számcímek, de azt meg lehet nézni az interneten, szerencsére. Egy időben azt csináltam, hogy ráírtam az ilyenekre, hogy mi van rajta, de most már... Már nem. Ez is rossz az. Tyufi. Na? Ma kreccset!
Köszi Carlos ezt a szép szelekciót, köszönöm az ajándéklemezeket, remélem holnap is jöhetek elvinni egy párat. Jó, jó, és én köszönöm a befogadást. Remélem következőnek minél hamarabb találkozunk buliba is, aztán csókolom. Csókolom. Aztán hamarosan mi is találkozunk a következő vendégnél. Köszönjük szépen.